szeretném tudni, hogyha azt mondom a következő ülésen mondjuk, hogy Kövér László szerintem kövér elvtárs, akkor milyen büntetést fogok kapni? Mert szerintem egyébként ebben sincs semmi rendkívül, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a régi rendszerben Kövér László lelkes ifjú kommunistaként támogatta azt a rezsimet is. Mégis amikor a házban ezt kimondtam, akkor Kövér elvtárs kikapcsolta a mikrofonomat. Kövér elvtárs olyanokat mond, hogy azért nem kell emelni az itt élők bérét. Képviselő úr, sajnos megvonom öntől a szót, üljön le. Még egy sértő megjegyzést tesz ebben a házban valakire, akkor elveszem öntől a szót, világosan beszéltem? Értem, akkor parancsoljon, fordul. Elvettem a szót öntől, üljön le. Miközben mi jobbikosok 56 hőseire emlékeztünk, addig Kövér László jó elvtárshoz illő módon szorgosan körmölte a büntetésemről szóló határozatot, csak azért, mert kimertem mondani az igazat. Kimondtam azt, hogy önök szándékosan szegénységben tartják a magyar embereket azért, hogy aztán 4 évente megalázzák őket egy zsák rumplival.